Balázs Gál vagyok a Mobilix-től, és itt a Viewpad 7-es látjátok, ami hamarosan megjelenik a 400 euróért, vagyis 100 000 forint körül lesz. 7 incses kapacitív képernyője van, ahogy látjátok, ez is eléggé jól működik. Android 2.2 fut ezen, azt hiszem, vagyis legalábbis az lesz majd rajta, hogyha megjelenik egy pár hét múlva. Itt látjátok, van rajta már egy csomó program, sajnos ennek még nem lesz Google Marketplace-e, de itt most például bemutatom a képeknél, hogy ha megnéztek egy képet, akkor a multitouch eléggé jól működik. Ja, látjátok, a ujjamat eléggé rendesen meglátta. Aztán, hogyha megnézzünk például UMTS-en át, 3G-n át, itt egy Google Maps-et, akkor az persze egy kicsit lassabb, plusz még bent is vagyunk, úgyhogy itt nem olyan jó a térerő, de még ez is elég jól működik. Berlinben vagyunk, az IFA 2010, azért van itt most Berlin a képen. Amúgy következőként, ja, hagyd nézzük meg igazából a bemenetek, itt van egyszer egy fejhallgató, egy standard mini USB, meg mikrofon, az egész telefontként is lehet használni. Aztán ezen az oldalon van egy hangszóró, és valamilyen fajta lyuk, azt még nem tudjuk, hogy mire van. Aztán lehet persze a hangerőt állítani, van egy SIM kártyaolvasó, meg egy microSD kártyaolvasó. És ezen az oldalon van persze még egyszer egy hangszóró, meg egy kis bekapcs gomb. És ennyi is volt már a gomboktól igazából, meg bemenetektől. Az egész persze nagyon szép, a hátulja ilyen fekete, és van egy 3,2 megapixeles kamerája a hátulján, az elején még egyszer egy 1,3 megapixel bal oldalt fent, amit ja, most nem fogok demonstrálni, de lássuk, mit lehet még megmutatni ezen a gépen. Például hát mondjuk hívjuk fel a mobilomat, mert ahogy ebben láttátok, benne van az UMTS kártya, itt van a mobilom, és hát adjuk be a számomat, azért már kipróbáltuk. Egyszerűen annyi, hogy ja, most hívjuk fel még egyszer Androidban, és akkor teoretikusan mint telefon is lehetne használni, persze két inch-el, ez egy kicsit nagy lenne megfordítani, most ebben a programban nem lehet, azt majd később bemutatom még egyszer Google-nél, és ja, már csörög is a telefonom. Úgyhogy ez elég jól működik, Bluetooth headsetet használnék én azért inkább, hogyha telefonálni akarnék vele, úgyhogy ja, most lássuk a mondjuk Google billentyűzetét, ja, most sajnos kicsit rosszul tartom a kamerát, de ja, menjünk be a browserbe, és nézzünk meg, hogy YouTube-on megtalálja a weboldalamat, és aztán talán még egy YouTube videót is bemutatok. Adjuk be azt, hogy Endeavor, mert hogy az a fő oldalam, ahol még írok. Keresünk, és lássuk, mit köp ki a Google. Így látjátok, simán meg is fordítja elég gyorsan az oldalt. Ha megyünk fel is le, az is elég jól működik, most egy kézzel kell használnom. Ja, itt egy YouTube videót választunk ki, úgyhogy azt is UMTS-en át, 3G-n át ki tudja nyitni, de ja, itt sajnos nem elég jó a térerő, mint ahogy már említettem, de azt is simán lejátsza kis buffering után, de ebből már elég is. Ennyi, legközelebb, ja, mit mutassak még, mondjuk van itt még néhány másik program, Skype-ot is lehetne persze használni, az, hogy van elő 1,3 megapixel kamerája, de Google Talk az már rajta van, a Skype még nem jött rá. Ja, mint ahogy láttatok, elég jól működik igazából a touchscreen, szinte minden bemutattam már. Ja, úgyhogy ennyi is volt a Viewpad 70-től, más neve, más név alatt is meg fog jelenni. Én voltam Balázs Gál, a mobilix.hu weboldalnak, IFA 2010-ről. Köszönöm, hogy benéztetek.